A pályaorientáció fontos egy fiatal számára. Ahhoz, hogy tudjanak továbbtanulásukhoz intézményt választani, az általános iskolák felsőbb évfolyamosai számára az Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskolai szervezett pályaorientációs napot, ahol különböző szakmák képviselői, valamint a középiskolák mutatkoztak be. Minden gyerekekkel foglalkozó személynek az a legfőbb célja, hogy kiteljesítse a gyermekeknek azok a képességeit, amikben még sikeresebbek tudnak lenni az életben, és hát ez minden napok feladata. Ilyenkor pedig koncentráltan segítjük azokat a lehetőségeket eléjük tárva, amelyek segítik azt, hogy eldöntsék, milyen irányba is indulnak tovább, milyen irányba is tanulnak tovább. Középiskolák tekintetében a Katolikus Karim, mint testvériskolával nagyon jó a kapcsolatunk. Egész évben olyan programokat szervezünk, ahol diákjaink oda-vissza részt vesznek, akár az oktatási ágazat diákjai, akik rendszeresen hospitálnak intézményünkben, vagy más versenyek, más rendezvények. Ez azért is fontos számunkra, mert kiemelten fontos számunkra a katolikus keresztény értékrendnek az átadása a gyermekek számára, és ezt a katolikus kerében tovább is tudják vinni. De természetesen más középiskolák is részt vettek hagyományosan a napon. A rendezvény lefolyása évente változni szokott. Volt, amikor külső helyszínekre mentek ki az osztályok, most is a kicsik, az 1-4, elsőtől 4. osztályig lévő gyerekek külső helyszíneken, cégekhez, intézményekhez látogatnak el. Ezúton is szeretném megköszönni azoknak a szakmai szervezeteknek, cégeknek, iskoláknak a támogatását, akik lehetővé tették ennek a rendezvénynek az ökkenőmentes lebonyolítását. Forgószínpadszerűen vesznek részt különböző foglalkozásokon, előadásokon, akár játékos csoportmunkában ismerkednek meg a különböző pályaorientációs lehetőségekkel, különböző szakmai ágazatokkal. A Borsodabaúj Zemplén vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelt feladatának tartja a pályaorientációs tájékoztatást. Ezek alatt az iskolatípusokról, illetve az új szakképzési rendszerről tudjuk tájékoztatni a tanulókat, szülőket, illetve az iskolákban résztvevőket. Ezeket megpróbáljuk mindig játékos formában. Vannak szakmafilmjeink, jelen pillanatban is ezt nézhették meg a tanulók, és ezek kapcsán beszélgetünk a különböző szakmák eszközeiről, feltételeiről, képzési rendszeréről. A fiatalok aktívak voltak, több kérdést is feltettek az előadó számára, valamint válaszoltak az ő kérdéseire.